most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 11 perc múlt 6 óra, Szarvas Ágané Túrós, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát ez volt a hírekben. És te ezt így megjegyezted? Nem, fölírtam. Jó. Csodálkoztam volna. Hát ilyen szép jó reggelt mindenkinek. Sláger. 6:47, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Végre kisütött a nap. Annyira örülök neki, hát a kiskert ajtót magamra kellett venni, olyan hideg volt reggel. Igen. Még mindig az van, csak már legalább süt a nap. Fagyis Tomi azt írja, hogy Buongiorno Petra és Tomi, kezd hűvös lenni reggelente, de legalább robogón ülve rögtön felébredek. Azért nagyon fújt a szél, igen, nálunk ott a Dunaparton is, amikor reggel megindultam, picit meg is ijedtem. Azért az nagyon kemény robogóval, ilyenkor a bringások, robogósok, tehát meghajtom abszolút a fejemet előttük, mert az nagyon kemény. Tehát, hogyha hőérzet, az nem tudom mennyi lehet, 6-7 fok maximum. Steg is itt van velünk, jó reggelt, még nem sikerült kipihennem magam a Szabi után, talán majd ma, pedig 2,5 hét szabadságon voltál. Hát mit akarsz még? Hát igen, amikor ugye a ritmusból kiesik az ember, utána kemény, hogy azt a munkahelyen valahogy összeszedje azt a minuszt, amit összeszedett. Igen. Durva. Rozális írt nekünk, jó reggelt Petra és Tomi, szolidaritásból én sem tudok aludni 4 óra óta, nappal meg biztos álmos leszek. Ó, te szegény, az borzasztó. Jó, a teli hold van, úgyhogy... Akkor ez volt a bajom. Tegnap este én sem tudtam elaludni. De képzeld el, hogy én mindig nagyon kiakadok a teliholdra. Tehát, hogy én is ugyanez, miért nem tudok aludni? Miért nem tudok aludni? Elhúzom a függönyt, kisüti a szemem. Ja, mondom, akkor megvan. És most reggel tapasztaltam csak, te tudtam aludni. Tök jó. Zsóti magához képest furcsán indít egy üzenetet. Kész csókom, kedves Petra, tiszteletem Tamás. Üdvözlöm. A kedves hallgatókat is üdvözlöm. Mától komoly leszek, semmi élcelődés, meg a francokat. Ezt az álmosság mondatta velem. Gyógyos leszek, jobb az úgy mindenkinek. Egyébként imádjuk, Zsóti, az üzeneteidet, mert nagyon viccesek mindig és lényegre törőek. Úgy, nem is szabad komolykodni. Bár ez a kézcsók, ez tetszett. Én szeretem a kézcsókot. Én szeretem azt, amikor még ilyen szépen, udvariasan, férfiasan köszönnek egy nőnek, én ilyen furcsa gondolkodású vagyok. Jól esik. Szerintem jó az. És használd ki, hogyha valaki ilyen. Igen. Azonnal nyújtsd a kacsót. Igen. És nem szabad hozzáérinteni a szájat, tehát azt azért tudjuk. Csak pláne úgy csinálni, most a koronavírus helyzetben extra. Na, ha már koronavírus helyzet, kitettünk a Sláger FM Facebook oldalára egy képet. Hát zseniális, tessék csekkolni. Mi nagyon jót nevettünk rajta, és ezzel kapcsolatban egyébként egy jó felvetés, hogy vajon hogy sikerült az első nap a gyerekeknek, és az anyukáknak, és hogy ment haza a gyerek a suliból. Mi történt? Várjuk az élménybeszámolót, mert ugye tegnap odáig eljutottunk, hogy az édesanyák, édesapák elvitték őket, és rengeteg üzenetet kaptunk, hogy sokan pezsgőt bontottak, igen. Na, de milyen volt a gyerekeknek az első nap? Mert a Facebook oldalamon azt láttam, hogy mindenki posztolta büszkén a gyerekeket, és olyan aranyosak voltak. Keresztanyámnak a lánya, hát 96-os születésű, tehát ez régen volt, amikor ő még első osztályba ment, és akkor az első nap után hazaért az iskolából, elsősként lerakta a táskáját, és akkor mondta keresztem, hogy ezt kéne csinálni. Oké, és aztán hát mennyi fürödni, mert hogy le kell feküdni, hát holnap reggel kelni kell, és kérdezte, hogy hova? És akkor mondta, hogy hát az iskolába. Jószító, hogy ez egy nap volt. Jaj, de édes! És hogy ez, jó, hát pocsék, egy nap volt, de túl van rajta. Jaj, de édes! Nem, már innen még egy pár évet le kell csavarni. Egyen meg a szívét. Kicsit a dolgot. Cuki. Jó, hát van ilyen, persze. Mindenkinek meg kell élni ezeket a nehéz pillanatokat. Miki azt írja, hogy sziasztok, Budán már 12 fok van. Na, szuper, én még 11-ben indultam el a 13. kerületből. Én is, a 15-ben is 11 volt, igen. 15-be? Igen. 15. kerületben, Tamás. Jó, majd amikor megyünk Olaszba, majd akkor másképp mondom, ne, jó? Ne, kérlek, ne, mert ezekkel engem jó, ki lehet üldözni a világból. Ez, akkor fölökik a képet a kicsime Olaszba. Igen, meg a 4 kerből jöttem. 4 ker? Mi az a 4? 4. kerület. Tessék, ez normálisan elmondani. Kim voltunk németben, aztán jöttünk haza magyarba. Na, ez, nekem ugyanilyen, bocsánat, ez a 15-ben meg a laptop, tehát ez... Na jó. Szóval, Budán 12 fok van, köszönjük, Miki! Sláger reggel! 6 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Isteni volt ez a status quo. Nagyon-nagyon szeretjük mindketten. Végig bologattuk meg, táncoltuk meg minden. Ez annyira jó, apám, hát nem is fiatal korából, de hogy ő neki ez nagy kedvence volt, és megvannak azok az emlékek, amik, tudod, biztos vannak olyan dalok, amikor amit hallottad valamikor régen, és valahová egy fiókba el lett rakva. Igen. És akkor meghallod. És azt mondod, hogy óváó. Kiráz a hideg abban a pillanatban, és így elöntenek az emlékek, hogy azt a de jó, és tényleg ezt mennyit hallgattam, és eltűnt mit talán 10 évvel, vagy nem hallottad. Nekünk volt egy egykori programigazgatónk, még az egyik régi rádióban, és ő mondta mindig, hogy kell ilyen óváó dalokat beszerkeszteni adásba. Igen, amikor azt mondják a hallgatók, tudod, hogy hallgatják, tudják, hogy milyen a stílus a rádiónak, és amikor egyszer csak egy ilyen, azt a mindenit, hogy
hogy erre nem számítottam, és tényleg nekem is egy ilyen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt így ma reggelre. Tegnap este végre volt időm edzeni normálisan, és amikor edzek, akkor én is szeretek olyan dalokat hallgatni, amiket nem is biztos, hogy máskor így mondjuk beteszek a fülembe, és ilyenkor ilyen zúzda dalok jönnek elő, ezt is felveszem majd a repertoárba, ez még nem annyira zúzda, de például ilyenkor mondjuk Metallicát, Guns N' Roses-t, AVS-t, ilyenekre edzek, úgyhogy én ilyeneket nem hallgatok. De közben meg annyira jól esik rockzenét hallgatni edzés közben, ezt a férjemtől örököltem meg, mert ő mindig ilyen zúzdákat szokott, vagy nagyon kemény reppet. De és az ilyen tempó miatt, a tempó miatt, igen, meg hogy úgy tudod, nagyon erősnek érzed magad, és nagyon keménynek, és tök jó volt. Az a durva, hogy én például, amikor még régebben bringáztam, meg elmentem futni, akkor Stinget hallgattam. És rájöttél, hogy elalszok. Stinget hallgattam, és akkor tudom, amikor úgy mész, hallgatod még az Oldies Time-et, és egyszer csak agyfa. Igen. Tudod, neki ment. Nem, ilyen én nem volt. Én azt levezetéskor szoktam hallgatni Stinget. Például tegnap Police-t hallgattam. Uh-huh. Every Breath You Take-re nyújtottam, és az nagyon jól esett. De jó is az egyébként. Vannak ilyen kifejezetten olyan zenék, amit úgy tudsz kötni valamihez, ami egyébként igen, teljesen nonsens. Tehát, hogy most a futáshoz is, semmi köze Stingnek. Büfésági azt írja nekünk, drága Petra és Tomi, mindenkinek ilyen szép reggelt kívánok, mint az enyém. Reggelente kerékpárral járok dolgozni, és egyáltalán nem fázom. Izzik a szívem, ha gyerekekre gondolok, akiket reggelivel várhatok a büfében. Ja, de jó. Boldog vagyok, hogy itt lehetek velük, hogy újra láthatom őket, szép napot. Ági egy nagyon édes nő, vele beszélgettünk már, suli büfében dolgozik, és most gondolj bele, neki is milyen szörnyű lehetett, hogy nem mehetett dolgozni, nem tudott a gyerekekkel találkozni, és most végre a szeptember az nem csak a gyerekeknek volt jó, hanem neki is. És vajon megmaradtak azok a szendvicsek még márciusról, tudod, jaj, ezek már a szezámos, rántott húsos, tudod, ami úgy... A kis troll előjött belőled. Rá van, így húzom, tudod, pak, és akkor ott hessel alatt a paprikával. Jó van? Na, most na, én szemét voltam. Várjuk továbbra is az üzeneteket, hogy milyen volt az első nap a gyerekeknek, hogy ment haza az iskolából, milyen élményekkel gazdagodott, és a szülők is természetesen írhatnak, hogy hogy visszelték át ezt a pár órát, amit magukra fordíthattak, akár Facebookon, akár SMS-ben. Jó utat mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 4 perc múlva 3:47. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ebben az órában még nem volt csengő, de érdemes figyelni, hiszen egész héten vissza a suliba játékot játszunk, amivel 20 000 forint értékű CCC vásárlási utalványt nyerhetnek, és nagyon egyszerű a játék, szerintem ezt már az elmúlt pár napban hallották is. Amikor a csengőt meghallják, akkor kell telefonálni, leggyorsabbnak lenni, és tudni a szlogenünket, illetve annak a slágernek a címét, amelyik éppen elhangzik, vagy amelyik elé a csengőt bepakoljuk. Folyamatosan csörög a telefonunk, nem, most csak elmondtuk, hogy mi a játék. Most nem játszunk. Petra, csenges már egyet, csak úgy a vicc kedvéért, hogy kell csengetni? Ting! Én ilyen csengőt tudok. Nem tudok iskola csengőt, ne haragudj. 6:42 van. Tényleg a Jákinek templomból közvetítjük víz, a harangszót. Vízállás jelentést még igen, mondj egyet. Füvinform Vizei Márta. Igen. Na jó, szóval ez nem. Igen, de csengő. Fel fogják ismerni ebben egészen biztosak. És figyeljük. Pláne, hogy most már szerda van, tehát igen, játsszuk egy-két napja, úgyhogy szerintem felismerik, és abban a pillanatban kell telefonálni. És milyen jó feljátékosaink voltak, mindenki igen, annyira ügyes volt. És nagyon rávágták a dalcímeket. Neked. Abszolút. Tök jó. Igen. Tök jó. Örülünk neki. Tomi nem érti című rovatunk következik. Furcsa lesz az elején, de megmagyarázom. Találtam egy érdekes felvetést a Magyar Irodalom Terápiás Társaság Facebook oldalán. Te olvasol ilyeneket? Ne, feldobtad csak hirdetésre. Magyar Irodalom Terápiás Társaság. Azt tényleg, egyik ismerősöm osztotta meg, és így láttam meg. Egy könyv ajánlóról van szó, uh-huh. Békés Itala, Olvasd a buszon című, hát hogyha szabad így fogalmazom, zsebkönyvről uh-huh. van szó, és ez szól a könyv ajánlóban. Miért mondok ilyen bonyolult szavakat? Nem tudom. Nem tudom én se. Az én időmben még dudoráztak az utcán az emberek. A kifutó fiúk fütyűréztek a kerékpáron. A cselédlányok is énekeltek. Hmm. Egymásra mosolyogtunk, ha kisütött a nap. Manapság, ha rámosolyogsz valakire, mert elállt az eső, vagy leesett a hó, szúros tekintettel néznek rád. Megőrült. Mit vigyorog, mit akar ez tőlem? A szomorú, agyonhajszolt, nyúzott emberek nem tudják még a jó kedvüket sem megosztani. Ha valaki visszamosolyog, mindig kiderül, hogy külföldi. Annyira igaz. Én ugye nagyon gyakran közlekedem BKV-val. Mostanában nem, mióta van ez a koronavírusos időszak, de előtte igen. És amikor metrón, én ilyen mosolygós lány vagyok, hát azért ismersz meg, úgy szeretek igen, jókedvű lenni, amikor zenét hallgatok, a fülembe betukom, tudod, valami jó jön, akkor mosolygok. És így néznek rám hülyén, hogy ennek mi baja van.
Az más, hogy mondjuk, a füledbe szól a zene, és ez kívülről nem látszik. De hogyha mondjuk tényleg történik valami olyan, vagy egy kedvesség, vagy valami... Nem ami, más. Tehát ami, ha már valaki mosolyog, akkor néznek furán rá, Tomi. Igen. Mert nem mosolyog, mert ülj így a metrón. Igen. Lebigyed szája. Szóval ez az, amit nem értek, hogy miért ugye? Van ez így. És olyan viszonylag ritkán BKV-zok én is, de hogyha felszállok például az első ajtón a buszra, akkor ránézek a sofőrre, és mondjuk legalább bólintok egyet, vagy jó napot, vagy valamit. Én mindig tehát, köszönök, igen. Ennyi. És ezzel is már láttam olyat, hogy úgy fordul vissza a sofőr, hogy tudod, na, ezt a gyereket figyelni fogom, mert ez biztos, hogy valami pszichopata állat. Nem, egyébként nekem meg pozitív a sofőrökkel a tapasztalatom. A trollival, amikor szoktam hazamenni a Dózsa Györgytől azt a két megállót, és ugye ott elő lehet csak felszállni, hogy bemutasd a bérletedet, vagy a jegyedet, és ott mindig nagyon helyesek, egy csomószor van sofőr csaj, és örülnek, tehát látszik az, hogy örülnek annak, hogy valaki felszáll, és köszön, és nem az, hogy... Igazából hát, ezt csinálni kell, és akkor szépen lassan ezt vissza kell hozni. De hogy, mert én már gondolkodtam abban, hogy egy ilyen missziót kéne hirdetni, mert az. Például most voltunk mozizni, és bevásárlóközpontban. És ahogy mentünk fel a lifttel, beszálltak az emberek, mi pedig hozzájuk. És ahogy mi beszálltunk a férjemmel a liftbe, egyből mondtuk, hogy jó estét, és néztek ránk, mintha valami barmok lennénk, hogy ezek miért köszönnek, azért, mert beszállnak a liftbe. Nekem ez is fura. Az is fura, mert elsőre mondjuk az jut eszedbe, hogy Jézusom, honnan ismerjük egymást. Tehát, hogy miért köszöntél? Nekem nem. De hogyha köszönnek neked, akkor evidens, hogy visszaköszönsz. Tehát függetlenül attól, hogy tudod-e, hogy kiről van szó, tehát, hogy ismered-e a másikat, vagy fogalmad nincsen. Igen, itt a liftbe is előfordul olyasmi, és azért ez egy viszonylag kis lift, tehát, hogy ez még kényelmetlenebb, kellemetlenebb az, hogy állsz másfél négyzetméteren, köszönsz valakinek, ránézel, és úgy néz rád, mint a sült hal. Igen. Mi van? Mint miért nem veled lehet? Valami baj lenne. Igen. Nem is értem. Miért nem lehet ezt? Nem értem. Drága hallgatóink, hogyha van hasonló tapasztalatuk, mosolygósak és köszönősek, mint ahogy mi is, és ezt próbálták mondjuk másoknak is átadni, és furán néztek, akkor írják meg nekünk ezeket a történeteket SMS-ben. Akár még a pozitív tapasztalatokat is le lehetne írni. Igen, nagyon jó lenne. Igen. Örülnénk neki, hogy ha esetleg van olyan. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye a mosolygás hiányáról beszélgetünk, mert hogy tényleg annyira elfelejtünk mosolyogni, és az a baj, hogyha valaki mosolyog, már arra is szúros szemmel nézünk. Ez annyira furcsa valahogy. És kíváncsiak voltunk arra, hogy a hallgatóinknak milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban. Hát, úgy látom, hogy rengeteg érkezett, és ez valahol fáj mindenkinek egy kicsit. Fagyis Tomi azt írja, sziasztok, csáó, a fagyizóban úgy köszönünk, hogy jó napot, többen ránk néznek, és közlik, hogy ne sietessük őket, hisz épp csak megérkeztek. Erre édesanyám válaszol. Mi? Én csak köszöntem. Az, hogy jó napot, az már azt jelenti, hogy sietteted, hogy válasz már fagyit? Hogy köszönsz, te állat. Tehát nem azt kérdezed, hogy mit szeretne, milyen fagylaltot kér, hanem jó napot. Úristen. Nem azt, hogy minek jött be. Vagy mondjuk a vendéglátósokat nem irigylem. Tehát aki vendéglátásban dolgozik, vagy boltban, vagy bárhol, azért ott... Lesz egy vanília. Igen. Gezemice azt írja nekem, az elmúlt két héten többször is mondták az ügyfelek, hogy van közelebbi bankfiók is, de inkább hozzám jönnek, mert mindig mosolygok. Hát volt, aki megkérdezte, hogy van erőm ehhez egész nap. Persze utána még szélesebben vigyorogtam. Ez annyira fontos szerintem, az ő szakmájukban meg pláne. Igen, aki emberekkel dolgozik, bocsánat, az igenis mosolyogjon, mert hogy kell. Tehát most mi is bejönnénk úgy, hogy ugye a hallgatóink csak a hangunkat hallják, nem nagyon látnak minket, nagyon ritkán. És hogyha jönnek itt és ilyen stílusban, akkor úgy rossz érzésük lenne. Mi pedig azt szeretnénk, hogy boldogan, vidáman keljenek, és ha mondjuk nem indult jól a napjuk, akkor is azt bearanyozzuk, nem? Hát ez a dolguk. Mi nekünk is van olyan, hogy végül is, hogyha úgy veszük, mi is egy szolgáltatók vagyunk. Persze. És nekünk is van olyan, persze, hogy mi történik előző nap, meg délután, igen, meg igen. Ezt sokszor el is mondjuk, meg nyilván így megosztjuk a hallgatókkal, hogy egyébként mi bosszantottuk föl magunkat, vagy mi esett rosszul. Igen. Oké, de beülök, és akkor csinálom, és meg kell rázni magát az embernek. Igen. Matyi azt írja, hogyha már buszsofőrökről beszélgetünk egyébként, illetve a buszos helyzetről is beszélgetünk, hogy így a sofőrnek nem köszönünk. Sziasztok, én 20 éve vezetek buszt. Sajnos nagyon kevesen köszönnek, amikor felszállnak a buszra, egyre kevesebben. Számomra alapvető dolog, hogyha valahová odaérek, akkor én köszönök előre, mert én mentem oda. A minap történt, hogy egy utas panasza volt a kollégámnak, amiben az volt leírva, hogy a gépkocsi vezető hangosan rá köszönt és kérte a bérletemet. Nem. Micsoda? Köszönt a buszvezető. És ezért panaszt tesz valaki?
Édes jó Istenem, hát Matyi, nagyon sajnálom, hogy ennyi hülye emberrel találkozol. Mi kérünk elnézést. Tess, vagy Tess azt írja, sziasztok, a nővérem ráköszönt illedelmesen egy úriemberre, aki vissza is köszönt. Honnan ismerem, mire én, ő Koltai Robert művész úr. Arra a sztorira emlékszel, amikor itt ült Balázs Fecó a folyosón? Igen, az nagyon vicces volt, hogy meséld el, kérlek. Igen, és a, igen, ez zseniális. Egy hatalmas újság ki volt nyitva, tehát én nem láttam. Konkrétan azt sem vettem észre, hogy ülott valaki, igen, a folyosón, és a pont a mögötte lévő ajtónál ott van itt a pénzügy, és a Feri kollégánk jött ki az ajtón, és a szevasz, Ferikém! Majd Balázs Fecó lecsapta az újságot, hello, szia! Ti oda néztem, addig észre se vettem. Igen. A padlószőnyeg alá süllyedtem el, és úgy nyilván oda mentem, akkor már úgy nem mutatkoztam be, mert hogy ugye már mi ugye ismerjük előtte már egymást. Fú, de kellemetlen volt. Igen, az volt az a nagy szérium, amikor Puskás Peti kutyájára rácsaptam az ajtót. Ez egy jó széria volt, tényleg volt arra még emlékszem. Ja igen, a kordaházas párnak elindítottam a parkolását, csak rossz rendszámmal, úgyhogy megbüntették őket. Azért nem is tudom, mi volt, de az egy ilyen fekete hét volt. Igen, az tény, az tény. Na Istenem, szóval kemény. És egyszer még volt a buszos történet, csak hogy összemosolyogva. Mentem egyszer haza este, és egy bácsi ült a buszon, a lába között volt az a hatalmas nagy bevásárlózacskó, és a kanyarban eldőlt. Aha. És kigurult belőle minden, és egy ilyen tök nagy jambori lett, hogy ott a narancsokat, meg a konzerveket, szented meg össze, nem tudom, szedtük össze, és olyan jól összemosolyogtunk. Annyira jó volt, és persze az ő cucca meg, nem tudom, tehát hogy így, nyilván most mit fogdosodott másnak a holmiát, de egy ilyen jó fej volt, és ő is mosolyogott. És ez fontos. Igen, igen, és egyébként érdekes dolgok voltak abban a táskában is, és hát Petra táskájában is vannak érdekes dolgok, alsó hangon, mert hogy itt most így belepillantottam. Egy nagyon csúnya dolog történt velem az imént az elmúlt két dal alatt, ugyanis hát a mi drága hírszerkesztőnk Gulyás Ákos, és az én drága Viktorin Tamás kollégám készített egy videót. Igen, egy uborka lógott ki most a táskámból. Egy kígyó uborka. Igen, azt hoztam magammal, mert hogy reggelire hoztam magammal mellé még paprikás szalámit, meg sajtot is. Erre a fiúk... A Ridikülben. Erre a fiúk készítettek erről egy videót. Nagyon csúnya dolog volt, hogy mit keres a Ridikülönben egy kígyó uborka. Tessék megnézni a videót a Sláger FM Facebook oldalára, és azt kérem a nő hallgatóinktól, hogy mindenki, aki egy picit szolidáris velem, írja meg, hogy milyen őrültségek vannak az ő táskájukban. De ez nagyon csúnya dolog volt, amit csináltatok. Hát kilógott belőle az uborkát, nem belenéztem. Jó, jó. Sláger reggel. 4:80, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát nem vagyok én az a nagyon kíváncsi alkat, de hát viszont igyekszem szemfülesnek lenni. És nagy meglepetésért ma, mert hogy rendszeresen szoktuk azt játszani Petrával, mint a macskák, hogy kiülünk az ablakba, és akkor nézzük a forgalmat. Igen, mert gyönyörű szép helyen van, hát az van irodánk, vagy hát az egész stúdió, az egész rádió, itt a Márvány utcában is, a 7. emeleten vagyunk, és rálátunk az egész városra, úgyhogy azért szoktunk nézegetni, igen, az ablakon. És egy nagyon szép, széles párkányunk van, amire le szoktuk tenni a betyárbútort, amivel érkezünk reggel, és Petra kis ridikülje is oda van téve az ablakpárkányra, aminek a végéből hát valami kilógott. Elsőre nem tudtam, hogy mi ez, majd kiderült, hogy mikor közelebb léptem, hogy egy gigantikus kígyóborka van a Ridikül bábánná. Igen. Majd még utána kiderült, hogy egyébként paprikás szalámi is van benne. Jó, mondjuk, tehát eredeti csomagolásban, tehát még legalább nem úgy a kisközértbe az a 15 deka az izébe kalapapírba beletekerve. Viszont még az alján találhatunk 2 darab medvesajtot is. Igen, és ez Gulyás Ákossal, ami drága hírszerkesztőnkkel volt arcotok felvenni, rögzíteni, hogy ti hogy találjátok meg a kis cuccokat. Ő kezdte. Egyébként vicces maga a videó, már én is nevetek rajta. A Sláger FM Facebook és Instagram oldalán tessék megnézni, hogy mennyire bolondok ezek a fiúk, és annyira édesek a mi hallgatóink, mert ugye kérdeztem, hogy a videóban is, meg most is, hogy mi az, ami a női táskából mondjuk nem hiányozhat. Mert hogy minden nőnek szerintem van a táskájában egy olyan dolog, ami kell, hogy ott legyen, viszont van egy olyan, ami furcsa, hogy benne van. Például Zsuzsanna azt írja, hogy drága Petra, odassen neki, szerintem készíts nekik egy jó pakolást belőle. Aha. Na, az uborkából. De miért van ott az uborka? Meg szeretnéd enni? Igen, na azért. Igen. Na, hát az a reggelim, ez hozzátartozik. Hát mire gondoltál, hogy miért hozok be egy kígyó uborkát szívem a stúdióba, vagy nem reggelire? Tudom. Nagy magányomban. Na, aztán mindegy. Király Márta azt írja nekünk, hogy neki mágnes van mindig, mert hogy mindig jól jöhet. De mi, vasazol? És Márta, mi? Már használtad valamire?
Lehet, hogy izé a mélytelep látogatóról van szó, és akkor azért mágnes. Lökött. Anita, hát de most miért? Hát Anita mi, kommentben használ, azt írja, hogy... Egy nő mire használ egy mágnes? Nem tudom, hát mindjárt Márta megírja nekünk. Ja, jó. Anita azt írja, hogy az én táskámban a férjem szerint egy komplett háztartás van. Jó, de légy szíves, tételesen sorolt fel, hogy mi minden van benne. Aztán Dóra üzenete, rühellem a táskákat. Ami a zsebbe nem fér el, az nem kell. De ha utazunk valahova, a fél lakás bepakolom. Zsebedbe? Az a kemény. Az a kihívás. Az lett volna a csúcs, hogyha megjelensz, úgy gondolod, hogy a farzsebedből kilóg a kígyóborka. Igen. Hát azért az mondjuk meglepetés lett volna. Jó, Tomi, te a feleséged táskájában milyen furcsaságokat találtál? Jó, de a feleséged táskájában jársz dolgozni. Nem, hogy volt olyan, hogy belepillantottál, és így kérdezted, hogy csillagom, ez így mi, és hova visszük, és miért? Hát fia, a Mary Poppins az ipari tanuló hozzá képest, tehát, hogy abba a táskában, és az a durva, hogy mindig be tudja csukni. Kinyitja, és így... Ja, tehát, így, az néha figyelj, nagyon nagy kihívás azért. Valami eszméletlen, hogy mi minden belefér. Igen. Tehát elmegyünk, elutazunk valahova, és figyelj, tokkal vonulva benne van minden, egy akkora kis táskába, amiben mondjuk egy alsógatya, meg egy zokni férne bele nekem, mondjuk körülbelül. Pedig ezt tényleg én nagyon hatékonyan pakolok, meg igyekszem tényleg ezt így szemre tartani. Eszméletlen, hogy mi minden belefér a táskába. Na, hát a határidőnaplótól kezdve a posztit... Hát erről van szó. Hát erről van szó. Nekem, ami soha nem hiányozhat, az a púderem, meg a rúzsom, a kedvenc rúzsom. Aztán még jönnek bele a hát különböző étel. Hát most egy púder, dolgok. Meg egy rúzs, hát ez mekkora helyet foglal? Hát semennyit. És mégis tele van a táskád? Hát ez az. Kígyóbotával. Hát ez az. Yeah. Erzsébet azt írja, colstok. Na tessék, látod? Hát én nem tudom. Na, most szóval elsősorban a hölgy hallgatóink írják meg, hogy mi minden van a táskájukban, tehát ami mindig ott van, az az egy, ami nélkül nem... A Sláger reggel. 7:58, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát csak mondjam azt, hogy Mary Poppins vagy. Igen, tehát a Petra táskájában ugye táskájából kibukott egy kígyóborka, illetve egy rút szalámi. Nem egy rút szalámi. A videón látható, hogy nem egy rút szalámi, ne túlozz. Jó, mindegy, akkor is furán néz ki a táskádban. Szalámi tény is való. Jó, hát reggelihez való, be kell hozni azokat, amiket meg fogok majd enni. Na. Világos, még úgy nem húslevest főzörétet el, ne engedve vízzel. Durva lenne, nem? Máriaból a meg táskád. Hogy hoznám a kis friss húsit. Ú, az de jó. Egy jó húslevest. Na most megkívántam. Na tessék, szaladj le farhátért. Az teljesen jó. És ugye Márta írta a Sláger FM Facebook oldalára, kiraktuk a leleplező videót, és Márta írta, hogy ő neki mágnes van a táskájában, amit nem tudunk mire vélni, de most megmagyarázta. Láttam egy videót, amiben a kanálisba esett tárgyat halázták így ki. Ah, tök jó. Na de akkor ahhoz kell valami damil vagy spárga is. Nem. Igen, mert azt le kell engedni ott hát, rajta. Hát, hogyha mágnessel odaérsz, akkor kézzel igen, is odaérsz valószínűleg. Igen. Aha. Anita azt írja nekünk, hogy a szigetelőszalagtól elindulva a popsitörlőig minden van a táskámban. Szigetelőszalag. Igen. Hát az fontos lehet. Aztán Judit üzenete, a női táska rejtelmei. A szokásos pipere mellett tűcérna, fogkefe, fogkrém, fogpiszkáló, kistasakos, cukor, só, általában ez minden van a táskámban. Egy nagyon kedves barátnőm bugyit is hord magával a táskájában, meg egy harisnyát. És akkor kérdeztem tőle, hogy mégis miért kell neked bugyi, mert hogy nem tudhatja, hogyha valami történik vele, és mondjuk egy kórházba kerülne, vagy bármi, akkor kell, hogy legyen nála bugyi, és mondom a harisnya. Ja, az csak azért, hogyha fázik, de hogy télen-nyáron van harisnya a táskájában. Még jó, hogy nincs egy rólni vécipapír, azt is szokták vinni a kórházba, meg ez egy előeszköz, tányér. Igen, tehát hogy így megdöbbentő, de amikor először így szembesültem ezzel, hogy mondom, miért van, mert fizetett, amikor egy étteremben voltunk. Tehát is így beleakadt, és pang, és nem, csak így láttam, mert mellettem ült, és mondom, miért van bugyi a táskádban? Hát ezért. Na mindjárt kiborítom a táskádat, figyelj. Az jutott eszembe a csupaszpisztolyban, tudod, amikor előveszi a zsebéből, amikor szakítanak a csajjal, és akkor... Ja, és ezt meg nálad hagyta. Nálam hagytad, és akkor bugyit ott, ez ki? Nem mindegy. Ez a klasszikus. Azért ez egy nagy jelenet lehet, amikor a boltba, hogy kiborítja a táskáját, és kiborul a bugyi is. Kellemetlen. És az be van zacskózva, tudod, hogy nehogy, mit tudom én, valami baja legyen. Ja, és nyilvánvaló, mert úgy higiénikus. Ó, anyám. Igen. Ez a Sláger reggel. Bő 4 perc múlva, 3-4-8, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. És milyen jó volt ez a kis Pink dal. Igen. És a Pink rajongók készüljenek, mert ugye a Sláger koncert alkalmával, mert Bernbe látogatunk el egy eszméletlen Pink koncertre. De mondjuk annyit már elmondtam, hogy Pink. Nem baj, mert hogy azt kell tudni, akkor, hogyha valaki hallotta a csengőt, hanem a dal címét. És itt van velünk Timi, aki a leggyorsabb volt. Szia! Sziasztok! Jó reggelt! Timi, drága, te nagy Pink rajongó vagy?
Én szeretem nagyon. Aha, igen. Akkor mondd meg kérlek, hogy mi volt, amit az imént hallottunk. Nagyon jó, szuper, oké. És mondd a szlogenünket is. 95.8, a legnagyobb slágerek változatosan. Azért a rádió nevét még tett hozzá. Sláger FM. Tehát akkor egybe. 95.8, Sláger FM. És most? Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon jó! Jó. Jó. Kicsit aggódtam. Timi, gratulálunk, tiéd egy 20 000 forint értékű CCC vásárlási utalvány. Nagyon szuper, köszönöm szépen, nagyon jól fog jönni. Neked vagy a gyereknek a családban? Kisfiamnak, mert éppen az óviba jár, most már középsős, és tegnap itt aggódtunk, hogy minden cipőjét kinőtte. De jó! Hát akkor a legjobb helyre került. Figyelj, Timi, még egy kérdés, most ugye arról beszélgettünk, hogy mi minden van a női táskákban. A tiédben mi az, ami nélkül soha nem indulsz el, és mi az a furcsaság, ami mondjuk másnak esetleg nem annyira rendhagyó? Az én táskámban is van minden, például mérőszalag, amelyekül nem szoktam elindulni. Akkor kisfiamnak gumicukor. Ja, hát figyelj, a gumicukor az mondjuk, az, értem. Tehát, hogy a gyerek egy kicsit lekonyul, akkor jó. Akkor valamivel gyorsan nyelvalább benyomsz egy gumicukrot, és akkor megy tovább. Okay. Az oké. Okay. És legalább három szatyor, mármint ilyen ja, igen. Ruha. De még a szatyrot is értem. Timi, de ez mi? Ez valami ilyen nagy közös tudat a nőknél, hogy mindenki, tehát a mérőszalag, az, meg a colstok, ez miért? Hát mikor kell az? Hát, hogyha ruhát veszek. Ja, tényleg. Ja, értem. És a gyereknek kell ruhát venni. Meg hát, igen. Na hát ennyi. Erre nagyon köszönjük, Timi, hogy itt vagy velünk, és szép napot kívánunk. Én is köszönöm. Szia. Hát ugye a Facebookon megosztottuk ezt a csodálatos videót, ahol leleplezem tulajdonképpen a te ridikülödet, és Márta közben még azt is megírta, mert ugye mágnest visz magával, hát ez semmi gond nincsen, ugye azt sem nagyon értettem, aztán megmagyarázta, hogy ugye azért, mert hogy a kanárisba, hogyha beesik valami, akkor azt ki tudja halászni. Igen. Mondtam, hogy hát, de az kellene damilis. Megírta, hogy hát damilis van nálam, ennyi? Hát evidens, föl van csévélve. Ennyi. Hihetetlenek vagytok ti csajok, komolyan. Hát igen, mi mindenre is gondolunk, tudod. És akkor, gyerekek, ma leszakad a vállam. Mire hazaérsz? Hát persze, mert tele van rakva mindennel a táska. Sláger reggel. 7 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hát vonatoztunk itt egy kört, mint hogy az esküvő lennénk itt a lakomós után. Annyira szeretem még mindig. És az a jó, hogy olyan kis kölyök hangja volt meg a Kylie. Igen. Hát és tingli-tangli. Emlékszem arra, hogy akkor az MTV függőségemben, ugye akkor voltam szerintem ilyen kb. 5-6 éves, amikor ez óriási sláger volt, állandóan néztem a videoklippeket, és ennek a videoklipjére is emlékszem. 88-ban már MTV-t néztél Magyarországon? Szerintem néztünk nyolc. Akkor lehet, hogy később, de erre a klipre emlékszem, hogy akkor lehet, hogy később jött be, mint a 90-es évek elején, de ez a videóklip, ez megmaradt az agyamban, mert annyira cuki volt, ilyen kis vékony, kis filigrán csajszi, vékony hanggal. Én nagyon szerettem a klipjét. Hát azért nagyon kölyök volt még ő itt, tehát, hogy fiatalka volt. És szép volt nagyon. Most vajon mi lehet Kylie Minogue táskájába? Az is egy jó kérdés, de ugye a női táskák rejteméről... Olyan jó rúzsai vannak mindig, hogy... Igen? Igen? Nem szoktatok cserégetni, vagy mi? Te nem, sajnos nem vagyunk jóban, úgyhogy emiatt nem tudjuk megtenni. Na, mi történt? Aj, ez a Kylie, ez olyan Kyla. Furcsa ez a nő, de mindegy. Viszont rengeteg üzenet érkezik, és tényleg olyan, de ez nekem annyira szimpatikus, hogy olyan őszintén így bevalva elmondják a kedves hallgatók, hogy mi van a táskájukban. Itt van például, azt mondja, hello, nekem egy komplett elsősegély felszerelés van a táskámban, hidrogénperoxid, jód, kötszerek, raktapaszok, ollók, stb. Egy kemping, az mi? Egy kemping állt, ez nem tudom meg, ávány? Nem szerintem tudom. Lehet. Kemping. Kemping állt. Aha. És egy kemping gázpalack. Egy literes tejforraló, bögre, kombinált fogó, csavarhúzókészlet, bicska, mérőszalag, tű és cérna. Fiú létemre, egy oldaltáskába. Nekem az nagyon fura, ha egy férfinek van oldaltáskája. Mindig a jó barátok jut eszembe a Joey táskája, amin hülyére röhögték magukat, tudod, hogy Joey-nak miért van táskája. De ha neked ez kényelmes, akkor tök oké. Okay. De hogy várjál, az oldaltáska, az a, tehát amit így átvetsz a válladon, és akkor oldaltáska, igen. Igen, de abban hogy fér be ennyi minden? De hát mi, igen, tehát ez benne van. Palack? Az mekkora? Lehet abból kicsit kapni? Vagy ez hát, hogy gyanítom, hogy azért annyira nem.
Marci az állatorvos is írt nekünk, sziasztok, a kocsi távirányítójába való pótelem, az mondjuk nagyon az, egy az hasznos dolog. Igen. És kis helyet foglal? Igen, persze kutya körönvágó, féreghajtó, mert ezek néha kellenek, még akkor is, ha a nagy orvosi táskát nem viszem be a beteghez, csak vakcinát, meg az injekciókat. Jó, hát Marci ugye állatorvos, tényleg egy állatorvosi táskában, vagy egy orvosi táskában mennyi minden fér? Hát de ezt tök jó, ezt meg tudod pakolni. Igen, hogyha egy szakmailag közelíted meg a dolgot, akkor most neked is például egy mikrofon benne lenne a táskában, biztos, ami biztos. Nem jó, nem, nem rossz ötlet. Szólalni. Jó, ezt lehet, hogy lassan majd akkor be. Most nézem a táskámat, hogy mekkora. Belefér-e mi? Igen, aha. Hát, hogy mikrofon bele tudok csempészni. Hírek alatt lecsavarod a mikrofonokat, pakolja be a táskájába, viszi a stúdiót, hihetetlen. Hát nagy állatbarátok vagyunk mi is, nem csak Marci, és éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet egy olyan vasárnapi programra, a Szurkolók az Állatokért csoport több tagszervezete egyébként, valamint a Forte Kutyaiskola és Állatvédelmi Egyesület, a Bull Types Rescue, a Noé Állatotthon, illetve a Magyar Szőrme Ellenes Liga szervezésében lesz ugye egy hatalmas program. A szórakoztatás és adománygyűjtés mellett szeretnék érzékenyíteni a megjelenteket az állatvédelem problémáira, megismertetni a fiatal és felnőtt korosztályt az állattartás alapvető emberi és jogi szabályaival is. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sokan nem tudják, hogy milyen állatvédelmi törvények vannak, milyen joguk van például, hogyha mondjuk állatkínzókkal találkoznak, mit lehet ellenük tenni. Én erre roppant kíváncsi vagyok, úgyhogy itt lesz velünk Kapir Rihárd, aki segít nekünk ebben is, a Szurkolók az Állatokért vezetője, és ha minden igaz, akkor hoz magával egy házi kedvencet is. Igen? Igen, akit majd természetesen Facebook Live videóban meg is mutatunk. Ez a Sláger reggel. 4:90, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával, aki lebukott konkrétan. És Viktorin Tamással, igen, mert hogy az egyik vendégünk egy kiskutya, Oreo, akit a Sláger FM Facebook oldalán láthatnak is, aki éppen a te alufóliádat, amiben a szendvicsed volt, elcsorta, és azt kezdte rágni, és próbálom kiszedni a szájából. Ja, mert hogy a kukából elcsípte. Aha, erre Oreo. Nem gondoltunk. A betyárját neki. És aki kivette a szájából, legalábbis reméljük, a gazdája, Kapir Rihárd, a Szurkolók az Állatokért vezetője, kivetted a szájából? Ki van, igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Jó reggelt, igen, erre nem készültünk. Hát igen, Tomi, hogy dobtad ezt ki? Vagy nem a kukába dobtad? De a hogy? Kukába dobtam, hát itt van a kuka, itt hátul, itt a cuccok mögött, és valószínűleg innen én nem láttam, hogy... Ricsi, Oreo szeret megy. Kukázni, vagy imádja ezeket a dolgokat felfedezni, igen, hát ő az én kutyám, nem tudom, Jaj, te is szeretsz kukázni, apa is szereti. Hamar eljutottunk azért egy jelentőségteljes pontra a beszélgetésben, így az első percben. Na jó, igen. Ez csak egy intermezzo volt, ugye örökbefogadó és családi napot tartotok, méghozzá kétszer, helyszínen szeptember 6-án. Így van, az egyik pomázol lesz. Gyerekek, megint megy, bocsánat. Ott a pomázi csapatunk fog egy ilyen örökbefogadó és családi napot tartani. Tényleg ott, ha lehet mondani egy márkát, nem tudom, hogy kivel fogják azt együtt csinálni. Ja, nem kell annyira mondanod a márkát. Egyik ilyen nagy sportáruházról, ott közösen fogják ezt csinálni. A Forte Kutyaiskola fog ott egy felelős állattartást csinálni velünk együtt, a Szurkok az Átkínzás ellen pesti csapatával. Lesz egy nagyon komoly kutyabemutató, illetve, hogyha jól tudom, az SM, a fiatalok között igen híres rapper srác is, aki már a barátunknak mondhatjuk, ő is ott lesz. A Szurkolók az Állatokért, a ti szervezetetek, az egy nagyon komoly szervezet. Ugye ti szurkolók azért rendszeresen összetűztök, hogyha mondjuk foci meccsről van szó, de ilyenkor virágba borul a lelketek, és az állatokért mindent van. Vagy ezt hogy képzeljük el? Nem, ilyenkor tényleg az van, hogy félreteszünk mindent és csak az állatok. Volt már olyan példa, hogy mondjuk szombaton volt egy Fradi Újpest, a srácok még kergették egymást a városba, de tudták, hogy másnap együtt megyünk egy 50 fős busszal Makóra egy állatkínzót, és reggel megbeszélték a történeteket, hogy ki merre volt, hogy alakult a dolog. És ott kész. Szóval, igen, ott azonnal az összefogás és igen, az állatok és az állatok. Igen, mert ezek az állatok nem fogják tudni, hogy ott most egy fradista menti meg, egy újpesti menti meg, egy kispesti, hanem az a lényeg, hogy az a kutya arról a rossz helyről lekerüljen, elkerüljen, és a mi gondozásunkba kerüljen, és segítsünk neki egy felelős gazdát találni, illetve állatorvoshoz eljuttatni elsősorban. Oreo, aki a te kutyusod, és egyébként a Sláger FM Facebook oldalán élőben is láthatják, nagyon helyes. Egyébként jól viselkedik, leszámítva azt, hogy megette az alufóliát, de hogy őt is találtad, vagy őt is mentetted, ugye? Igen. Ő 5 éves sicu, és 5 éve van velem. 5 éve keserítjük egymás életét, lehet is mondani. De nagyon vidám kis kutya. Igen. Hát nem mindig amúgy, vagyis én nem vagyok mindig túl vidám, amikor kicsit rossz, de igen, őt
őt igazából ilyen szaporítóktól vettem el, pénzért akárták árulni, és amikor én belefutottam, akkor mondtam neki, hogy itt most két lehetőség van, a kutya vagy enyém lesz, hogy megyünk a rendőrségre, uh-huh. és akkor odaadták a kutyát, és akkor mondták, hogy nem is akarnak ezzel foglalkozni, és igazából ő így van velem, hála ő Istennek mag egészséges, ivartalanított, így ez fontos. Az ilyen szaporítókat hogy találjátok meg? Hát régen ugye egyszerű volt felmenni egy-két internetes oldalra, és azért ott elég sokan árulnak, és sajnos ma is ugye a Facebooknak köszönhetően rengeteg olyan állat van, ilyen csoportok vannak Facebookon is, hogy adok-veszek kutyák, és akkor ott ezek mind-mind szaporítók. Azt kell mondani, hogy Magyarországon van szerintem a világon a legtöbb szaporító. Szóval ezt most nem mondod komolyan. A szaporítók fellegvára vagyunk, a mekkája vagyunk ennek a az iparágnak. Beteg dolognak, igen. Az Európának kb. 80-90% az innen Magyarországról megy, és a 80-90%-ának a 70% az biztos, hogy beteg áll. Szóval Európában szórjuk a beteg kutyákat. De ez még mindig ennyire megy itthon? Ez már nem csak itthon, mert megy külföldre. Szóval külföldön megkapják a kutyákat tényleg piti összegekért, kint meg brutál mód ára van ugye már egy törzskönyves meg egyfajta tiszta kutyának, itt meg ugye szórjuk kifele, állatorvosok nem mindegyik hozzáteszem, a kis része ugye aláhamisítja a papírokat, játszanak az életkorokkal, csipszámokkal, uh-huh. szóval azért mondom, hogy itt ebben nagyon komolyan bele lehetne menni ebbe az egészbe, és azért itt a hallgatók meg ti is azért megdöbbentő dolgokat hallanátok, és tudnátok meg, tényleg nagyon nagy baj van ebbe az országban az állatvédelemmel kapcsolatban. De a jogi háttér nincs meg ahhoz, hogy védjék az állatokat, vagy nem tartják be ezeket? Én azt mondom, mindenhol ezt szoktam mondani, hogy a törvényeink azok jók, csak valamiért a bírók nem tartatják be. Na, mindig csak pénzbüntetést kapnak, mindig csak felfüggesztettet kapnak, sőt van, hogy el se jut odáig, hogy legyen ügy belőle, és az elmúlt 3 évben, amióta mi vagyunk szurkolók, azóta egy tényleges börtönbüntetés volt, amit mi csináltunk meg szurkolók, az a Fülöpügy, amikor megalakultunk, és akkor ott kapott 8 hónap letöltendőt mind a két gazda, és azóta azt hiszem talán egyszer volt még egy letöltendő, de az is úgy, hogy volt már ügye az illetőnek, hogy egyszerűen nem tudom miért nincs börtönbüntetés itt az állatkínzásnak, és valamiért nem védik az állatokat. Hát hamarosan innen folytatjuk, azért kemény a sztori. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 8:30, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Van 2 közlekedési info, most jött. Baleset történt a 7-es főúti bevezetőn a Szakiskola utca közelében, illetve szintén baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Lőrinci úton, a Lujza utcán állott a forgalmat, rendőrök irányítják, legyenek nagyon óvatosak. A vendégünk pedig Kapi Richard, a Szurkolók az Állatokért csoportvezetője, és az ő kis kutyája Oreo. Nézem közben a Facebook oldalát. Adalunkat, mert kukát, hogy live voltunk. Nem, és Papszabó Orsi írt neked, hogy Ricsi és Oreo sok-sok szívecskével. Van már rajongó táborotok. Hát inkább Oreónak fogalmazzunk, hogy... És én, amúgy, hogyha te közlekedési híreket mondod, akkor én is szeretnék mondani egy hírt, pont most kaptam az újpesti srácoktól, hogy bejelentésre mennek Fótra. Szóval ilyen, jön nekünk egy üzenet, és akkor éppen aki ráér, ahol ott van, megy, és nekünk tök mindegy, hogy az most hétköznap, reggel, hétvége. De ilyenkor ti kimentek, és hogyha mondjuk próbáljátok, vagy meg tudjátok győzni azt az embert, aki borzasztó körülmények között tart egy állatot, akkor ti fogjátok az állatot, és elhozzátok, és azért ez egy elég nagy erő lehet, hogy ott megjelentek, meglátnak titeket, nem? Hát igen, most pontosan ezt a fóti ügyet nem nagyon tudom, valami rossz körülmények között tartanak állatot, láncon van, igen, ilyenkor kiszoktunk menni. Nagyon ritka eset az, nem mindig minden áron kell elhozni kutyát, hogyha valaki tényleg szereti az állatát, és mondjuk szegényebb körülmények között, annak segítünk kerítést csinálni, de futóláncot jó. csinálni, kenelt csinálni, kutyaházat viszünk. Jó, hogy ti ilyeneket is csináltok. Igen, szóval nem mindig kell elhozni minden állatot, hát a minden menhely rengeteg telhel, vagy tele van, de igenis kell, amikor azt látjuk, hogy itt tényleg állatkínzás van, akkor ott nincs kérdés, akkor addig onnan el nem megyünk, amíg az állat ki nem jön, vagy így, vagy úgy, de az állat hozzánk kerül, és visszük őt az állatorvoshoz. Figyelj, lehet olyat elérni például, elmentek, ahogy elmondtad, nyilván, hogyha állatkínzásról van szó, az egy teljesen más sapka, egy teljesen más történet. Viszont, hogyha mondjuk olyan körülmények vannak, amin mondjuk egyébként a tulaj tudna változtatni, akkor ti meg tudjátok őt győzni, tehát, hogy el lehet indítani egy olyan pozitív folyamatot is, azon felül, hogy mondjuk vagy elveszitek, vagy mondjuk segítetek nyilván egy kerítést építeni. Persze, erre is volt példa, hogy megértette a gazda, hogy mi azért jöttünk itt, szóval minket nem érdekel az, hogy neki most milyen a bőre, színe, fajtája, stb.
mi csak az állatokat nézzük. Szóval mi mindenhova kimegyünk, és megpróbáljuk neki elmondani, hogy ember, hát nem kötelező állatot tartani, ezt te így választottad, akkor viszont gondoskodjál róla olyan szinten, amilyen szinten kell. És ezt általában, mondom, nagy részben meg szokták érteni, ahol nem értik meg, hát ott akkor kénytelenek vagyunk közbelépni. Vasárnap a családi rendezvényen ugye lesz örökbefogadás is. Milyen állatokat tudnak hazavinni azok, akik tényleg szeretnének állatot tartani, és felelősségteljesen? Így van, ugye a Pomáziról már beszéltem, mi pedig itt leszünk a 11. kerületben, a Fehérvári út 44, amúgy ott van az irodánk, az állateledel voltunk, illetve jövő héttől már nyílik a kutya kozmetikánk is, és ez egy örökbefogadói nap lesz, 5-6 szervezet itt lesz, illetve nekünk az alcsoportjaink is itt lesznek, akik vidékiek és hoznak föl kutyákat. Itt elsősorban ide nem lehet azt meg, szóval senki ne gondolja azt, hogy ide kijön, meglátja a kutyát, jaj, és már viszi haza, hanem nálunk komoly utókontroll és előkontroll van, szóval mi megnézzük azt, hogy a kutya és a gazda milyen energiaszinten van egymással, szóval tényleg kompatibilisek egymással, avagy sem, hanem akkor keresünk nekik egy olyan kutyát, hát ugye a páromnak van a pitbullja, ezzel foglalkozik, tényleg ő edz velük, stb. Én lusta vagyok, nekem bőven elég Oreo, szóval mindenki tudja azt, hogy kinek milyen állatvaló, és reméljük, hogy nagyon sok kutya fog gazdát találni, 15-20 darab kutya lesz kint, lesznek kiskutyák, lesznek keverékek, lesznek fajtatiszta kutyák, lesznek bulltípusú kutyák, elég sok minden lesz, és ott lesz többek között nálunk is Kapos Zsóka, Dombovári István, ott lesz a Budapest egyik legjobb vega büféje, az I Love Vega, szóval próbálunk erre is odafigyelni, illetve a szőrmellenes liga ott lesz, akik ugye felhívják arra a figyelmet, hogy a szőrme az, aki beleszületett. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor reméljük, hogy sikeres lesz ez a rendezvény, és ezek a kutyusok családra találnak. Én köszönöm, hogy itt lehettünk. Köszönjük. És köszönjük. Sziasztok. A munkátokat. Így van. Sziasztok. Sláger reggel. 4 perc múlva 3:49, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ja, annyira jó fej volt ez a kutya, hogy az hihetetlen. Igen. Kapi Rihád volt a vendégünk, a Szurkolók az Állatokért csoport vezetője, és hozta magával Oreót, aki szintén egy mentett kutyus. A Sláger FM Facebook oldalán láthatják is az élő videónkat, és ide írja nekünk Zsidai Laci. Sziasztok, a legjobbak vagytok, Csini vagy Petra, Laci V8. Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy. És aztán meg lehet simogatni. Furfangos Fazon is írt nekünk, nagyon-nagyon szeretem a reggeli adásotokat hallgatni. A Petra megint csinos, nagyon szépen köszönöm a bókot, és örülünk annak, hogy szeretnek minket hallgatni, és igen, ilyen fontos témákra is fel kell hívni a figyelmet. Ez nekünk is szívügyünk. Abszolút. Vécsei Marian azt írja, hogy de cuki és egy szívecske. Nagyon szépen köszönöm. És Zsóti kérdése, van nem neked a kutyusnak? Nem létezik, nem már. Hát pedig én is úgy kifésültem a szőrömet, mielőtt bejöttem, mondom, direkt videózunk, akkor biztos. Jaj, de lökött vagy. És Zsóti azt kérdezi, hogy van-e esetleg szükségük, vagy lehetséges-e anyagilag támogatni a csoportot? Igen, Zsóti, úgy találod meg őket a Facebookon, hogy Szurkolók az Állatkínzás ellen, és ott van a számlaszám is, és pont arról beszélgettünk, hogy ők tényleg mindig mindennel el tudnak számolni, hogyha bármilyen támogatást kapnak, és szerintem azt gondolom, hogy ezeket a szervezeteket igenis kell támogatni. Ezeket a szervezeteket, igen. Tehát igen. Amit az utóbb mondtál, hogy akik el tudnak számolni azzal, hogy hova kerül a pénz. Így van. Tehát azért ezt is vegyük figyelembe, megpróbáljuk meg megnézni, hogy a támogat, nagyon szép dolog az, hogy a gesztus meg elindul egyáltalán az emberben ez, hogy támogasson, de azért nézzünk annak utána, hogy milyen szervezeteket támogatunk. És mi is ugye pont most tervezzük, hogy majd remélhetőleg elköltözünk a saját lakásunkba, és szeretnénk. Hogy mi tervezünk. Nem mi, hanem mi a férjemmel, és szeretnénk mentett kutyust hazavinni, úgyhogy most Ricsivel erről is beszélgettünk, mert szerintem az is egy nagyon fontos, hogy a dolog, hogy ugye rengeteg olyan kutyus van, aki gazdára vár, és hogy azért érdemes körülnézni ezeken a helyeken, ahol nagyon helyesek, például Oreo is egy tünemény volt, és mondjuk őt is szívesen hazavinném, vagy egy ilyen típusú kis kutyát. Hát és már hogyha rögtön, hogyha tenyésztőhöz mész, már az is egy más dolog, jó, most nem feltétlen rossz dolog az, hogy tenyészt fajtiszta kutyákat, tehát hogy az addig oké, tehát ezen nincsen semmi gond, amikor olyan körülmények között működik, hát a ez a dolog. Mások, igen, mint a szaporítók. Mint a szaporítók, igen. Tehát, hogy itt az első ének eszembe nem jutna. Tehát, hogy egyértelműen csak az, hogy illatos út, telep, és ott csak mentett kutyát. Igen. Tehát, amikor ott látod ezeket a fotókat, videókat, amiket igen. megosztanak,
Figyelj, amikor látod, hogy csillog a szeme a kutyának, hát akkor és nagyon beszélsz? Hálásak tudnak lenni, hogyha esetleg a hallgatóink között van olyan, aki mentett kutyust vagy cicát vitt haza, és beleszeretett, mert hogy ránézett, és azt mondta, hogy na, ő jön velünk, és az új családtag ő lesz, írják meg a sztorit, hogy hol találták, hogy találtak egymásra. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Jó van, jönnek az örökbefogadó sztorik elég szépen. Ez nagyon jó. De jó, mert még a Sláger FM Facebook oldalára még jönnek képek is ráadásul, tehát hogy a teljes családi megvan itt. Azt mondja Orsi, sziasztok, Füzesabonyból, igen, fogadtuk örökbe, pár hetesen rossz állapotban, tüdőgyulladással, balhásan. Édesem. És egy nagyon jól szituált kutya van a képen, igen, ilyen roti. Vagy roti keverék, igen, de nagyon helyes. A Sláger FM Facebook oldalán is a videó alá, amin ugye Oreo, aki szintén mentett kutyus látszódik, ugye Kapi Richard kutyusa, oda is lehet posztolni nekünk képeket a mentett kutyákról, cicákról, nagyon szívesen vesszük, és a történeteket is, hogy hogy kerültek a családhoz. Kubi azt írja, sziasztok, mi a Tacsi Pincser keverék kutyinkat, ezt már kimondani nehéz volt, Békés Csabáról hoztuk a Mini Mancsok alapítványtól már 6 éve, 6 hetesen. De jó. Tök jó. Tök jó. És ugye említetted, hogy hát ti is szeretnétek majd azért örökbe fogadni. Igen. Egy kutyust. Illetve hát azt annyira talán nem is hangsúlyoztatok ki, mert Zsolti írja, hogy vau, szobatiszta vagyok, csak jelzem. Jó, Zsolti. Sokat eszel? Vagy nem annyira? Ja, hát tehát, hogy opció. Jó, akkor Zsolti jól gondolta hát, a dolgot. Hát most képzeld el, hogy Zsolti ugye már megírta egyszer nekünk, hogy ő ilyen 100 kiló körül van. Most képzeld el őt etetni. Azért az nagyon nagy meló lesz nekem minden hát, a főzőcs kézni neki. Igen, meg azért az almot takarítani azért ja, az is durva. Mondom, a hajnalba elkezdett kaparni, az kemény, igen. Padlószőnyegetek vannak. Ne, dehogy is. Nem? Jó. Padlószőnyeg, nem. Nem, ja, szeret, ne, arra, nem szeretem a padlószőnyeget. Bocsánat. Pedig milyen jó is az. Paprikás lisztbe beleforgatta, csak úgy hirtelen kisütve. Nagyon finom. Ja, és még jött egy üzenet. Valamelyest a témához kapcsolódik, de az imént tudatosult, hogy Petra már férjezett. Ettől én is kicsit elveszettnek érzem magamat. De jó fej vagy. Ez nagyon vicces. Miért nem írtad alá? Imádom a humoros férfiakat, csak mondom. Jaj, tényleg? Jön az incselkedés, figyelj. Nincs incselkedés. Hát, tök veszélyes. Már most arról van szó, hogy mennyit teszik a Zsolti. Hát de Zsolti azt akarja, hogy örökbe fogadjuk. Hát hazavisszük, majd megbeszélem otthon. És akkor hát azt mondják, hogy miértek az egy 100 kilós férfi ember. Atya Isten. Na hát, ugye lesz, ami lesz, majd valami itt kis szobába, vagy valami, nem tudom, egy pricset ott összeraktok, hogy valami. Jó, rendítsek. A következő órában szeretnénk köszönteni a napemberét, hiszen ez egy nagyon fontos küldetésünk, hogy minden nap kedves üzeneteket adjunk át, és a jó hírünk az, hogy mától ajándékot is adunk méghozzá 2x10 000 forint értékű vásárlási utalványt az emaki.hu webáruház jóvoltából. Egyrészt megkapja a napembere is, másrészt pedig a jelölő is. Szóval nem csak az van, hogy bemondjuk az üzenetet, hogyha esetleg valaki mondjuk a férjét, feleségét szeretnék köszönteni, vagy a gyerekét, hanem még meg is ajándékozzuk. De ami jó. Tök jó. Igen, de mind a jelölt, mind így pedig van. A jelöltet. Pontosan. Tök jó. Na, és hát a folytatásban pedig arról fogunk beszélgetni, nyilvánvalóan tisztában vagyunk vele, hogy a rendszeres sportolás az erősíti az immunrendszert, de hát, ahogyha végignézzük mondjuk vagy a gyerekeket, hát el tudják engedni magukat egy kicsit. Igen. Sajnos azért ezt látni, hogy hogyan lehet rávenni őket a sportolásra, hamarosan kérdezzük a Magyar Diáksport Szövetség elnökét, kétszeres világbajnok magyar öttusázott Balogh Gábort, vele folytatjuk. És most indul a Sláger reggel. Sláger 6 perc múlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Milyen jó, hogy azt akarjuk kérdezni a hallgatókról, hogy hogy veszik rá a gyerekeket a mozgásra. Én nekem meg egy szendvics roki a számbokon kötenek közben is. Szóval írják meg 06 30 30 30 95 8. Ez a Sláger reggel. Hú, de jó kis dal volt ez, 1 perc múlva 4:10. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ezt a betyárját neki. Na hát a sportolás nem csak jó immunerősítő, de jót tesz a gyerekek agyának is, segít a tanulásban például. Ehhez képest hát igen aggasztó az, hogy a koronavírus tavaszi hulláma alatt igen keveset mozogtak a gyerekek, hát leginkább a laptop, meg a tablet, meg a telefon bűvök körében ültek, és lehet, hogy azért az baj, hogy ez meg is marad egy kicsit, tehát, hogy nem nyíltak annyira ki. Így van, de hogy lehet őket rávenni a sportolásra, erről beszélgetünk a Magyar Diáksport Szövetségének elnökével, a kétszeres világbajnok magyar öttusázóval, Balogh Gáborral. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello!
Milyen arány volt, amit ti tapasztaltatok? Nagyon nehezen hallak, Petra, bocsánat. Alig lehet téged hallani. Komolyan? Igen. Hát a fele tudja, mi lehet. De azért hallok valamennyire, igen. Igen, jó, hát nyilván az a probléma, ugye, hogy nyilván otthon voltak, nyilván egy sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, és hát nem mozogtak. Otthon tanulás, home office, stb. Ez megy, ott ülnek, és hát innentől fogva nyilván elindulnak a kilók szépen. És hogy ezt ledolgozni, mert felszedni nyilván egyszerű dolog, de hogy ledolgozni, hogy lehet, hát ez egy nagyon kemény feladat. Mi azt valljuk, hogy ugye itt van egy nagyon nehéz helyzet, mindenki, aki olvassa híradásokat, meg ugye napi szinten szembesülünk ezzel a járványhelyzettel, azért ez egy nagyon nehéz helyzet, és valóban az, hogy most hogyan valósuljon meg az iskolában egyrészt a testnevelés, másrészt bármilyen iskolai sportfoglalkozás, ezt jól át kell gondolni, mert ugye mindenki fél attól, hogy nehogy terjedjen a vírus, és mondjuk ott pont az ő osztályába tegyen ezt, történjen ez. Mi pontosan ezért csináltuk ezt a kutatást, hogy felmérjük, hogy milyen volt a hatása a koronavírusnak, és látszik, hogy a gyerekeknek, a tanulóknak a 20%-a sportolt itt a koronavírus időszak alatt, ami egy nagyon rossz arány. Ez még tetézi, hogy gyakorlatilag a fiúk voltak az aktívabbak, ez látszik. Az is látszik, hogy a kis településen élők voltak még az aktívabbak, azok, ez mondjuk értelemszerű, ahol mondjuk családi ház van, vagy van valami házi állat, akkor, vagy kutyus, abban a tekintetben is jóval többet mozogtak. Viszont számomra, amit volt egy sportoló, az volt az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, adat ebben, vagy információ ebből, hogy akinek viszont meghatározott napi rendje volt, tehát hogy jó föl volt építve, és tényleg meg volt tervezve, hogy hogy fogja csinálni, azoknak a körében jóval magasabb volt a fizikai aktivitásnak is a jelenlét, és ez nagyon fontos dolog, mert hogy a sport azért mondjuk ki őszintén, az immunrendszer nagyon, nagyon nagy mértékben erősíti, és ezt bárki tudja, hogyha a vírus ellen szeretnék védekezni, akkor az egy erős immunrendszer kell. Tehát mi ezért mondjuk, hogy nagyon fontos a napi testmozgás, nem nagyon szabad elengedni. És azt mondod, hogy akkor ez úgy működik igazán jól, hogyha van egy olyan napi rutin, amiben ez bele van illesztve, és tényleg akár mondjuk két naponta, bár az lenne, hogy mondjuk két naponta elmenek mondjuk egy órára futni, vagy kocogni, vagy kerékpározni, vagy valamilyen aktív testmozgást csinálni, tehát akkor működhet ez, hogyha az ember egy kicsit mondjuk akar a gyengébb, és úgy egyébként nem venni rá magát. Hát a napi rend azért nagyon fontos eleve az embernek az életében, nekem is a legfontosabb az én életemben, különben szétszaladna a napom, de abban vitatkoznék csak, hogy a két naponta az nem elég, azért a WHO-nak, ugye a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetnek is az ajánlása az, hogy főleg a fiatalok körében napi 60 perces testmozgás az, ami ajánlott. Mi erre hívjuk fel a figyelmet, és azért készítettünk egy iránymutatást nemzetközi partnerszervezetekkel, köztük egyébként az Európai Testnevelő Tanárok Szövetségével együtt, azért készítettünk iránymutatásokat, hogy természetesen azok a félelmek, amelyek megvannak a mostani helyzetben, hogyan lehet úgy megvalósítani a napi testmozgást, az iskolai sportprogramokat, akár a mindennapos testnevelést, hogy ez megfeleljen a járványügyi szabályoknak. Mi ezt egyébként elküldtük mind az EMMI-nek, mind pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, és ezúton is köszönjük Müller Cecília országos tiszti főorvosnak és a csapatának, mert ezt szakmailag deklarálták, ezt az iránymutatást, és ezt most meg is küldtük egyébként minden iskolának, hogy ebből tudjanak csemegézni gyakorlatilag. Hát őszintén bízunk benne, hogy akkor ez a szülők felé is ez át lesz csatornázva, és mert hogy nyilván az ő kezükben van az, hogy a napi rendet felállítsák, és beletervezzék azt, hogy a gyermek valóban sportoljon. Hát ez is fontos, hogy a szülők természetesen ezzel képen legyenek, de azért úgy tudtunk ennek neki, hogy ugye kontaktórák meg lesznek tartva, tehát most elindult rendesen az iskolai oktatás, és mi arra tettünk iránymutatást, hogy lehet úgy ezt megvalósítani, hogy megfeleljenek a szabályozásnak. Mondjuk egyszerű példákat, ha mondok, érdemes most kis labdajátékokat játszatni, egyéni vagy páros gyakorlatokat, ahogy megvan a távolság, vagy hogyha mondjuk tényleg labdajátékokról beszélünk bármelyikről, akkor egyéni ügyességi fejlesztést is lehet csinálni, így akkor nem kerülnek annyira közel a gyerekek egymáshoz, természetesen ugye a szabadban történő mozgás javasoljuk. Vagy hogyha mondjuk a küzdősportokat nézzük, akkor ne a kontakt, hanem mondjuk a forma gyakorlatokat részesítsék előnyben. Tehát vannak megoldások, amivel gyakorlatilag a szabályokat betartva is odafigyelve meg lehet tartani a tesi órákat, és meg lehet tartani az iskolai sportfoglalkozásokat. Balogh Gábornak, a Magyar Diáksport Szövetség elnökének nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk reggel. Köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhattuk. Szép napot, szervusz! Szép napot, sziasztok! Sláger reggel! 9:50 jó reggelt kívánunk Pordán Petrával! És Viktorin Tamással, hangpróba!
Van hangom, királyság. Őrület. Igen, írták a mi drága hallgatóink, akik nagyon kedvesek, és figyelnek minden szavunkra, hogy nem hallanak, de most már remélem, hogy igen. Az a hihetetlen, hogy több mint 3 éve dolgozom ebben a rádióban ezzel a pulttal, és újabbnál újabb gombokat ismerek meg. Tehát mindig van új és újabb. De Tomi, miért nem vallod be, hogy nem akartad, hogy beszélgessek Balogh Gáborral? Hát, mert ez olyan rosszul hangzana. Pedig nagyon fontos dolgokat mondott el, hogy hogyan lehet a gyerekeket rávenni arra, illetve kell is, hogy mozogjanak, mert hogy ugye a tavaszi karantén időszak alatt nagyon sok gyerek nem mozgott, és valahogy az iskoláknak is ugye át kellene adni, hogy igenis legyen tessi óra, de tartsák a távolságot, és erre tök jó tippeket mondott, hogy otthon a szülők hogy tudják rávenni a gyerekeket a tanulásra, vagy a tanulásra, a mozgásra, ez egy másik kérdés, mert azért az is nagyon nehéz, hogy azt mondta, hogy jó, akkor most leteszed a telefonodat, vagy bármelyik kütyüdet, és akkor szépen menjél ki a szabadba, hogyha a szülő sem mutatja ezt a példát. Igen, ez a nehéz, tehát, hogy ott szülőként is meg kell mutatni a példát, de például erre, nem tudom, szóval szerintem annyira kézenfekvés, nem, valamiért nem használjuk. Tehát ott van a spenót. Tehát megfogod a tányérral, és elindulsz a gyerek felé. Uh-huh. És automatikusan, mint a két megfelelő pólus, tehát hogy elindul, és elkezd futni az asztal körül. Még egy kör. Szerintem simán lehetne, vagy olyan finom főzelékkel, vagy ilyen fradilevest, tudod. Ezzel lehet, igen, ezekkel szóval lehet őket motiválni. Simán. És ott is azt írja, nálunk a gyereket maximum úgy tudnád mozgásra bírni, ha egy kiló véres húst a hátára kötöznél, és egy rottweilert küldenél rá. Szemünk fénye még unatkozni is lusta. Meg kell hajtani, mint zinger a varrógépet, az biztos, hiába. És az hát nem jó, tehát a gyereknek felnőttként sem egy üdvös helyzet, nyilván egészségvileg az, hogyha elhízik, de egy gyereknél az szerintem nagyon nagy gond. Na várjuk még a további tippeket, vicces ötleteket, hogy hogyan lehet a gyereket rábírni a mozgáson. 0-30-30-30-95-8. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 3-4-10, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Lóbusó Balázs írt nekünk egy nagyon helyes sztorit. Itt sajnos nem tudjuk köszönteni azt, aki a napembere, de ezt muszáj beolvasnunk. Sziasztok! Nálam a napembere az az ember, aki egy hatalmas fekete luxus terepjáróból szállt ki, hogy átsegítsen egy látássérült embert, aki a csepeli hívátjáró gyalogátkelőjénél várakozott tanácstalanul. A kocsi ajtaját nyitva hagyva átsegítette két gyalogátkelőn és a síneken is, én megtapsoltam. Igen. Mi is megtapsoljuk. Azért csak az, hogy nem jó. Tudjuk felhívni, mert nyilván te sem ismered, de ez egy olyan sztori, amit szerintem érdemes. Igen, igen. Beolvasni. És továbbadni. És továbbadni, hogy így kellene. Igen, és ugye azért is lenne fontos a telefonszám, mert hogy mind a jelölőt, mind pedig a jelöltet ugye fel szeretnénk hívni, mert hogy még ajándékcsomagunk is van, úgyhogy tessék akkor most megragadni az alkalmat, illetve a telefon 0630 30 30 95 8, és jelöljék a nap üzenetét. Napemberét. A napemberének az annak. A napemberét. Ja, igen. Semmi baj. Azt köszönöm. Elfáradtál? Ki? Én? Egy kis cukor kéne az agyadnak, nem? Jaj, de jól tett. Ugye? Láttad, hogy felcsillant a szemem? Igen, gondoltam. A csakrám. Keresek gumicukrot, mint egy reggeli hallgatónk, akivel játszottunk. Timi mondta, hogy az ő táskájában mindig van, mert hogy van egy óviskorú gyereke. Igen. Hát, majd hozok én is gumicukrot, mindig lesz a táskámban. Jó, uborka helyett. Ez a Sláger reggel. 11 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. És mi már bemelegítettük a kezünket, mert hogy nagyon szeretnénk tapsolni majd hatalmasat, mert hogy a napembere itt van velünk a vonalban. Gábor, halló, jó reggelt. Szia, jó reggelt. Sziasztok, Gábor vagyok. Képzeld el, neked fogalmat sincs, ugye, hogy miért hívtunk? Hát, sejtésed van? Sejtésem van. Azt írta a te feleséged nekünk, Niki, hogy a napemberére a férjemet szeretném jelölni, mert hogy 13 éve házasodtunk össze, és nagyon szeretjük a kislányunkkal, Dórival együtt. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Milyen szép üzenetet kaptál. Drága Gábor, te vagy a napembere! Köszönöm szépen, nagyon örülök neki. És köszönöm. Te is nagyon szereted őket, ezt akartad mondani, csak belét folytattuk a szót. Igen. Aha. Igen. Mi az, amit a legjobban szeretsz a feleségedben? Hát, hogy elviszel engem, mondjuk így 13 éve. Vannak rossz tulajdonságai? Igen, vannak. Igen? Sajnos. De milyen igen. Jó fej vagy, hogy ezt így bevallod. Ez tök jó. Jó, nem kell sorolni, de igen, megértem. Egy cipőben járunk. Figyelj viszont akkor egy kicsit még azért, hogy még jobban feldobjuk a bulit. Tiétek 2x10 000 forint értékű vásárlási utalvány az emaki.hu webáruház jóvoltából. Ó, köszönjük szépen. Ajándékot is kaptok tőlünk. Nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy itt voltál velünk, és szép napot kívánunk. Köszönöm szépen még egyszer. Szia! Ciao, ciao! Sláger reggel!
6 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. És beugrott hozzánk Somogyi Zoli is. Csau, jó reggelt. Beugrottam, sziasztok, jó reggelt. De mi itt is adjuk majd a terepet Somogyi Zolinak. Tehát ő beugrott, de itt is marad, meg kiugrunk. Hát, nem majd mindjárt. Egy ideig, jó? Milyen a fazékból. Figyelj, Zoli, én úgy látom, hogy te nem vagy ilyen táskás. Tehát, hogy te úgy valahogy úgy kézben hordod mondjuk az irataid, a telefont. Igen, beszéltük is, hogy igen. Hogy irigyle a csajokat, hogy nekik ugye van, hogy ott van egy komplett fürdőszoba, meg konyha, meg minden meg van. Meg kozmetikai szalon, meg akármi. Az és hogy ehhez képest, tudod, ez a beszakadt a körömöm. Nincs nevéletlen egy körömcsibesz? Yeah. Várja, ja, az nincs. Tehát, hogy mi van akkor abban a táskában? Tehát, és zsepim sincs soha, pedig arra szükségem lenne. A praktikus alapvető kellékek sosincsenek egy női táskában. Igazából lehet, hogy azt kellene egyszer megcsinálni, hogy megfogjátok azt a bánatos táskát, igen. És egy ilyen, mondjuk egy 4 négyzetméter egy kiborítjátok, és akkor tételesen végigvenni, hogy mi van Tomi, benne. Nem láttál még ilyet? Ugyanúgy visszarakják utána, mindenről meggyőzik magukat, hogy ez, ja, ez kell, ez is kell. Én nem azt mondom, hogy kidobni, csak hogy legalább tudjuk, hogy mi van benne. Lehet. Vagy tudják? Fél óra múlva nem persze, tudják. Tudjuk, hogy mi van benne. Én fel tudom neked sorolni tételesen, hogy mi van most a táskámban, de ez rengeteg. Hát ez nagyon hosszú lenne. Annyi műsoridó hát már láttam, nincs. És egyébként mondtad, hosszú... hogy te nem szereted, hogyha oldaltáska. Nekem például van olyan oldaltáskám, hogy abszolút vállalható. Én se alapból de nem soha szeretem, nem láttalak, de... Zoli, még oldaltáskával. Hát egy darab pénztárca miatt nem fogok fölvenni egy oldaltáskát. Tehát nálam nincsen csavarhúzó, meg mérőszalag, meg szolostok, meg izé, tehát nem kell, hogy de mikor használod? Vagy ki tudod használni? Nagyon ritkán, hogyha igen, hogyha valami olyan helyre megyek, ahol mit tudom én, tehát mondjuk tömegközlekedek, meg ilyesmi, és még ja, igen, van nálam egy könyv esetleg, vagy még valamit pluszban viszek, akkor ja. Igen, előbb. Volt az a barna, nem? Az a, vagy ilyen barnás színe volt, van annak. Volt, és én azt nem láttam. Én emlékszem rá, igen. Tessék lefotózni, megmutatni, de akkor tudok véleményt mondani. Az tényleg vállalható, igen, azért vannak ezek a kis, pláne ugye, amikor ez a filatáskás őrület elindult, és mindenkinek ugye ugyanaz volt, tehát azért. Igen, meg ez a, hát ugye a homártasi vonalon ugye az is nagyon erős volt. Emlékeztek még arra, amit a taxisok hordtak régen, az a briefkószerű, tudod, és akkor ja, így nagyon sok bár csinál. Volt az autós táska, azt ugye úgy hívták autós még. Táska. A 80-as években nem volt, a nagybátyámnak is volt, apukámnak is volt autós táska, és abban volt a forgalmi, a jogsi, a személyigazolvány, nem tudom micsoda. Igen, az én nagypapám is azt hordta, igen. És nagyon már... szerette. És milyen praktikus volt. Olyan kínos volt, de sose használtam. Hát nem illik hozzá. Neked praktikus lenne egyébként, igen, nem mert abban pont a telefon. Hát nem, de hát attól függetlenül praktikus. Egy bizonyos idő után az ember már, hogy korral előre halad, akkor már ezeket a dolgokat elengedi, hogy illik vagy sem. Hát praktikus. Dehogy is, de azért ott még nem tartunk. Nem haladtam előre a korral, Tamás. Én nem azt mondtam, Tamás. Hát de tényleg. Nem azt mondtam, hogy a felnőtt pelenka irányába kanyarodjunk most már el, hogy tény, megetted a gumicukrokat, amiket adtam? Megpörögtem egy kicsit, megpörögtél így adás végére, nagyon szuper. De ennyi is volt. Na jó, akkor búcsúzzunk el. Holnap reggel 6 órakor remélhetőleg ismét érkezünk. Ugyan menjetek már. Csók!